Hozzám élsz, és már ismersz is, hozzám élsz, de nem úgy, mint mindenki. Emlékszem, Sopronban néztem a fák fölé, összedőlt ágyunkban bújtunk a nap mögé. Otthon maradnak a YouTube linkek, a naptej leolvadt, nem véd minket. Elcsípve néhány hódni tekintet, ez a nap a saját Zeppelin klipped. Betelt a teló képekkel, csináljunk inkább a tieddel. Kamera be, a szerkot tetszi, szemcsit vett fel, de tüntest, tüntest el. Van egy házunk ám, benne sok szoba nézt. Itt van a kulcsa, épp ahol most hozzám élsz. Hozzám élsz, van egy házunk ám, benne sok szoba nézt. Ott van a kulcsa, épp ahol most hozzám élsz. Hozzám élsz, és már is tesz is, hozzám élsz, de nem úgy, mint mindenki. Emlékszem, Sopronban néztem a fák fölé, összerült ágyunkban bújtunk a nap mögé. És már is vesz is, hozzám élsz, de nem úgy, mint mindenki. Emlékszem, Sopronban néztem a fák fölé, összerült ágyunkban bújtunk a nap mögé. És vendégem Járai Márk. Szia Márk! Legtöbbször téged ugye így láthatunk, vagy akár egy szál gitárral, akusztikusan, vagy a Halott Pénz frontembereként. Viszont most a Petőfi Pódium című új műsorunkban azért sokat több mindent megosztottál magadról. Például az is kiderül, hogy imádsz főzni, vagy akár piacra járni. Ezt honnan hozod? Sziasztok! Gyakorlatilag egész életemben sokat főztem, és nagyon-nagyon közel állt hozzám az egész gasztrómia és a főzés. Ez gyakorlatilag szerintem először onnan fakadt, hogy szüleim elváltak, és édesapám sokáig dolgozott, és én gyerekkoromban gyakorlatilag vártam néha kajával. Lehet, hogy erőleves kockát raktam be, és kifőztem benne tésztát, de hogy régebben akár egy beraktam egy szemüzset a mikróba, és már abból elneveztem egy kaját, és próbálkoztam a különböző dolgokkal, és szakásnak szerettem egyébként tenni, attól függetlenül, hogy én fogorvosnak nevelkedtem. És gondolom azért nem bánod ettől függetlenül, hogy nem szakács lettél. Van esetleg olyan étel, ami egyik nagy kedvenced, vagy amit tényleg szívesen elkészítesz akár a párodnak, akár a legjobb barátaidnak? Nemrég vettem egy szuvidáló gépet igazából. Szeretek vele kísérletezni, és tényleg közel hozom a gasztronómia. Nagyon sok mindent szeretek csinálni. Inkább mostanában az ilyen háziasabb ételekre, és ez olyan dolgokra mentem rá, amik szerintem alapok kellnek, hogy legyenek egyébként, főleg egy magyar emberként. Egy tölt káposztát, például életem első tölt káposztája az egyik legjobb tölt káposztát, valami is ettem. Másodszor nem sikerült egyébként, azt elégettem. Szeretsz egyébként kísérletezni? Mindenképpen, persze. Hogy állsz az alapanyagokkal? Mennyire vagy tudatos mondjuk alapanyag beszerzésében, piacra járós vagy-e? Mivel zenészként azért a napi rutinomhoz nem annyira passzol a reggeli kelés és a piacra járás, úgyhogy hogy nagyon örülök, hogyha van energiám felkelni, akár reggel 8-kor is elmenni, viszont közel lakom a Fény utcai piachoz, és mindenképpen előnyben részesítem egyébként a piaci és a hazai termelőknek a termékeit, és nagyon szeretem a piaci hangulatot. Régebben gyerekkoromban többet jártam piacra, akkoriban nem éreztem ennek a fontosságát, és azt az élményt, ami ezzel jár, hogy kijár az ember piacra, és akár alkudozik, vagy nem is alkudozik, de legalább beszélgetésbe egyedik egy hazai termelővel, szerintem ez tök fontos dolog, főleg, hogyha manapság az egész ilyen klímaváltozással, meg ilyesmi kapcsolatban egyébként előkerülnek egy témák, és ez fontosnak is tartom, hogy a hazai termelőket részesítsük előnyben inkább a multikkal szemben.
Ha kicsit visszatérünk a zenére, akár az akusztikus zenére, ugye neked nagyon fontosak a barátaid, és a barátaid általában ott vannak, vagy a Halott Pénz koncerteken, vagy akár az akusztikokon. Én például személy szerint ott voltam ezen a Petőfi pódium felvételen is, és tudom azt, hogy szinte mindenki imádja azt, hogyha kis közegben is zenélsz, de természetesen a Halott Pénzzel, meg mondjuk egy Budapest Parkban 10 000 ember előtt zenélsz. Melyik az igazi Járai Márk, vagy melyikben vagy leginkább önmagad? Szerintem a kettőt tökéletesen megfér egymás mellett, mivel én gyakorlatilag ezzel indítottam be a karrieremet, úgymond. Én bárokban zenéltem, akár a Fröccsér, vagy bármilyen Bartában játszottam Pécsen, ugye Pécsen kezdtem az egyetemmel zenélni, sarkokban, és voltak öten a koncertjeimen, és ennek a romantikáját nagyon-nagyon szeretem. És szerintem a kettőt azért mondom, megfér egymás mellett, mert hogy az egész zenekarban is szerintem a színpadon leri, hogy mi egy baráti társaság vagyunk, és hogyha ez a úgymond szomszédsrác karakterek megjelennek a Halott Pénz zenekar oldaláról is, én ezt szerintem hogy erősítem egyébként ezt a dolgot, hogy a közvetlenségével, az akusztikus koncertünk közvetlenségével szerintem ez egy win-win szituáció. Tehát én az vagyok, és nagyon-nagyon szeretném folytatni is egyébként az akusztikus koncertjeimet. Saját szóló projektem még vált magára, most nagyon-nagyon dolgozom rajta egyébként. Szerintem, hogyha az ember veled találkozik az ország bármelyik pontján, akkor egyértelmű, hogy Járai Márk összenőtt már a gitárjával, ami egyébként egy rendkívül különleges gitár, látom is, hogy van rajta egy üzenet és egy aláírás. Mesélnél nekem erről? Igen, most teljesen véletlenül van nálam ez a gitár. Teljesen véletlenül, persze, mindig nálam a gitár. Most más városba jöttem egy másik sajtótájékoztatóról, és ezt a gitárt kellett elvinnem magammal. Én nagyon szeretem Ed Sheerant, és nagyon közel állnak hozzám az akusztikus és az ilyen egyszemélyes singer-songwriter akusztikus előadók. Ez egy Ed Sheeran signature gitár, és ezt Bécsben irattam alá még az Ed Sheerannel, és ráírta, hogy mivel le van nagyon-nagyon kopva a lapja, ráírta, hogy nagyon tetszett neki, hogy rendetlésszerűen használtam ezt a gitárt, és aláírta. Ezt a gitárt nem használom, mert ezt féltem, és nagyon-nagyon szeretem, és ez elég fiaként van a sarokba állítva otthon lakásban, tényleg nagyon véletlen, hogy most éppen állam van. Tervezel valami merényletet a Sziget Fesztiválon egy Sheeran ellen, akár ezzel a gitárral újban? Van egy másik hasonló gitár, meg külön másik signature gitár, az is remélem, hogy el tudom iratni majd vele. Ugye a Sziget után jön a Strand Fesztivál, ahol most lesz neked egy saját színpadod, egy Járai Márk színpad, ahol az első este, ha minden igaz, te fogsz fellépni akusztikusan, és... Nem az első este. Nem az első este. Azt hiszem a line-upot én állítottam össze. Ez egy olyan koncepció, ami a Strand Fesztiválon van egy tábortű színpad, ami egy akusztikus színpad, és felkértek arra, és nagyon megtisztelő, sosem gondoltam volna, hogy lesz egy ilyen sztori, de hogy... Az én részem az volt az egész szervezésben, hogy a Járai Márk és barátai néven fog futni egy tábortű színpad, én választom ki, és én állítom össze a line-upot, hogy kiket szeretnék ott látni, és napi szinten leosztottuk, hogy akár most a Szivális Zsolti is most volt, a Szivális Zsolti is ott lesz egyébként, és ő is fog koncertezni, de én állítottam össze, és saját barátaim közül írtam az embereknek, hogy lenne kedved ezen a fesztiválon fellépni, és én baromira várom, és remélem, hogy minél többet ott lenni. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül komoly, de mégis nagyon nemes teher lesz a válladon. Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó sikert! Csinál.